Sziasztok, itt egy Miharus, elkezdtem az Eldarjanak a második részével. Gyűjtöttem azért akciópontot, tehát azt, manát. És hát igazából azért gyűjtöttem manát sokat, hogy egy, biztos, hogy ilyen legyen, kettő meg az, hogy át tudjam alakítani a karakteremet, amire én akarom. No, tehát az előzőn ott hagytam abba, hogy itt elfogyott az a mana. Ha véletlen akciópontot mondok, akkor azt kellek, értsétek úgy, hogy manát mondok. Úgyhogy nem erre kellett volna jönni, ahogy jöttem, hanem itt egy emberke. És akkor hozott nektek egy hamsani, kérem. És akkor erre el kell menni elméletileg. Így van. Szóval az a hogy ez, akivel ezzel találkoztunk, a kékhajú elf, aki úgy néz ki, mint Nathaniel, csak kékhajú. Ami nevet kéne neki kitalálni. Úgyhogy a kommentbe szerintem, komment szekcióba találjunk ki minden karakternek egy nevet. Mert miért ne? Na. Szóval ezzel elkísért. Ezreal. Igen, nem lolozunk. Bocsadabban ezerrel. Azt mondja, elkísért, kimentünk a Háku, gondolom, nagykapun keresztül a hatalmas ajtón. Megpróbálom valahogy így legalább leértelmesíteni ezt a dolgot. Tehát ezt tudjuk, hogy ezt nem tudja lefordítani a Google. Úgyhogy menjünk tovább. Most nincs kedvem lefordítani. Az a lényege, hogy én nem ez a ezer állal akartam volna jönni, de mindegy. Na. Azt mondja, nincs itt ismerős, azt mondja, és az a remek következtetés. Azt mondja, Carol mondta, hogy be kell nézni belülről a lyukba? Valami hasonló, és akkor elmentem ásni a lyukhabozás nélkül, én bátran nézem bele. Hát ez most, értem. Hát most nem tudom, hogy azt hiszem az elsőt kell nyomni. Azt hiszem, hogy most megnyomom az elsőt. Igen. Egy kicsit lejjebb húzom már a dolgokat, hogy azért jobban lássuk. És itt bele kell kattani a lyukba. Azt mondja, kerestem az oldóban, és megfordultam ezreálhoz, fordultam, ami és nem. Mi van benne? Gondolom ez lenne a magyar. Nincs benne semmi. Szegény Mary. Nincs ott valami ilyesmi. Ez nem meglepő, hogy. A közben nagyon, ezek, amit keresünk, azt a kisrácot, ugye a közelőbb találkoztunk, mindegy. Nagyon ritkák, és lehet, hogy elfogták. Az hogy érted ezt, és miért? Nem tudom. Eladják, ők is eladják, tehát viszont eladó, az azt jelenti, hogy fogják, és ők is elrabolják, és aztán ők is eladják. Valaki másnak. Azt mondja, mi van? Azt mondja, hogy figyelem rám. Azt mondja, hogy hát vagy megeszik, vagy majd levágják. Hagyd abba. Nem, hát most ezt most magyarosítsam valahogy. Püha. Hogy egy hatalmas patacukorkrémmel vagy. Ja, levágják, és azzal eszik. Istenem. Nem is gondolom. Ez egy tényleg egy idióta. Te, ez itt a ne ilyen szívecskiket már meghalsz. Azt mondja, hogy... Azt mondja, vissza kellene mennem Carolhoz, hogy elmondjam neki a hírt. Ezer állal sétáltam a nagy kapuhoz is. Mint amilyen bejöttünk, kész. Carolhoz kell visszamenni. Akkor menjünk. Aha, itt egy izé. Izét keressük neki azt a hami-hamiját, amit megvettem, de mindegy. Azt mondja, azoknak nem ígérem. És akkor most mi van? No, akkor... megyünk, és erre megyünk. Itt is van a Carol.
El kell mondanom neki valamit, 3 pont. Micsoda, visszajöttél? Hát nem látod, hogy visszajöttem? Azt mondja, hogy nem találta meg az ismerős. Bólintott a fejemmel. Látom. Ő is találta meg. Ő is bólintott. Jó, hát mindenki bólint, ez tök jó. Most nem értem. Itt van. Megtaláltátok a barátomat? Nem. Nincs meg a barátod, sajnálom. Elmenekültek a barátai. Hát én is azt tettem volna. Mon, hát... Az én hibám, hogy elmenekültek, mert a fura ruháim vannak? Hát kap be! Mary, ez nem volt szép. De eltűntek, hát látom! Nem a Miharucica bibája. Semmit sem tettem, hát egyáltalán semmit sem tettem. Én segíteni próbáltam, vagy ő segíteni próbáltam. Tam én. Azt mondja, hát sajnálatod is. Azt mondja, semmi, hogy ne aggódj, amit tehetünk. Hajába, rátettem inkább a fejére inkább, hogy megnyugtatóan. Azt mondja, Carol, biztosan van, amit tehetünk. Hát, lehet, hogy egy ötlet, van egy ötletem, Méri, lehetne egy új barátot. Egy új barát? Én nem akarok a barátja lenni. Nos, aha. Aha, vágom én ezt. Nem annyira jó ez a Google fordító, de legalább a Shakespeare kb. Lehet érteni a dolgokat. Ugye? Fogom neki találni egy új barátot, hát ez fantasztikus. No, akkor, most mivel nincs az a valami. Aha. Húha. Meg kell venni egy pár aranyollót. Ez speciális csali. A pokilabda nem elég. A poke az micsoda? Ha semmi, de azon tudjuk, hogy mi a csali, ha milyen ételt vásárolni akkor. Hát ez az. Hát az, hogy neked kell próbálni tanulni, még nem tudom minden létező ismerő. Aha. Ah, oké. És itt mondja el, hogy a kisállatunk, ugye, hogyha elküldjük, akkor hoz, tehát ilyen különböző dolgokat. Azt mondja, el kell küldeni kutatásra, ugye őt, a kis állatunkat. Azt mondja, hogy... Aha, ez a gyerek. Hát nem olyan jó az angol, de azt mondja, hogy... Hát igen, elvetette a barátját. Hát igen. Ezt eddig is tudtuk. Aha, szóval az apja is izé. Áldozatul esett ennek a dolognak, hogy őt is elrabolták, vagy valami hasonló.
és most a barátját is elrabolták. Az anyukája is súlyosan megsérült ennek a kis valaminek. Úgyhogy... Aha. Szóval... Aha, értem. Akkor meg kell vásárolni pár aranyollót. Ja, igen, bocs. Jó. Aranyolló bolt. Ide bemegyünk. Csali. Mennyi? Az életemet is áldom el az aranyollóra. Aranyolló, megveszem. Ja, Istenem. Jó, megvettük. Menjünk vissza az epizódba. Ne felejtsd meg az aranyollót. Megvettem. Oké, és kezdje el a... Hűha. Na, itt van. Megint ugye tutoriállal kezdjük. Pedig ezt már tudjátok. És akkor én ezt már jó párszor küldtem el a kis üzémet küldetésre. Már ennek tőle kaptam egy pár dolgot. Amíg persze, hogy gyűjtöttem amíg gyűjtöttem ezeket a manákat, addig én elküldözgettem. És csak akkor nő fel a kis sabalink, vagyis az állatkánk, bármilyen állatkátok van, hogyha teljesítették a harmadik epizódot, illetve 60%-ban szeret, ami azt mondja, hogy itt a... És nekem 100%-on van. Szerencsém sajnos még nem nőtt meg. Illetve minimum, hogy 7 napja van meg a állatunk, nekem már 15 napja persze megvan. Úgyhogy, és 7-szer lehet egy nap elküldeni ilyen kutatásra, és akkor 5 percesek ezek a kutatások. És itt számolja visszafelé. És akkor most ennyi. Ja, nem küldetések. Hopsz. Epizód. Na, jó. No, akkor elküldtük ugye az izénket. Igen, nektek még itt vágom közben a videót, hogy ne legyen olyan hosszúkás. Addig menjünk el a küldetésbe. Nem tudom, menjünk, addig kattintok. És akkor menjünk tovább. Majd le fog járni. Azt mondja, akkor menjünk el erre. Aztán erre, és itt lesz a kis állatka. Azt mondja, hoztál még, hoztál az a barátomat? Nem, még nem, mindig keresem. Ó, de hozom neked hamarosan, ígérem. Ó. Na, és itt van, ugye ezt találta a kis állatkám. Ugye, talált egy vadteremtést, és akkor erre van csalink. Válaszol egy csalit, és emetleg ez a csali. És elmévedd vissza, menjünk vissza kell mennünk az epizódba. Még akkor találtam egy tojást, ugye. És akkor vissza kell menni az epizódba. Hát igen, akkor kellett volna egy kicsit, meg kellett volna várni, ugye, hogy befejezze az a mindegy. Ezért most el fogok költeni egy izét. És itt is van. Úgyhogy majd először... mindegy. Tíz az nem olyan sok. Szóval annyi már hoztál, barátom? Igen, nézd meg, itt van. Ó, de ez egy tojás. Igen, sajnálom. Szóval nem probléma, megkérdezem anyámat, kellnek, hogy meg kikeltheti-e, ő fog majd csinálni. Nagyon boldog volt, megköszöni, ugye. Szóval tessék, itt egy eszkimó, ez fogja táplálni az új barátját most. Tényleg? Igen. Tehát, ne adj neki több kenyeret, oké? Oké, igen, értem. Sőt, láttam, amit kerestem a barátomat. Azt mondja... Meg akartam tartani, de biztos vagyok benne, hogy másoknak sokkal boldogságomat, nem tudom, ilyen boldogabbnak lesz tőle. És akkor kinyitotta a kezét, és egy darab kristály volt a kezében. Tadá! Itt az egyik ilyen képizénk.
Ezzel szeretném megköszönni, hogy, hogy hozta nekem egy új barátot. Tényleg? Ezt köszönöm szépen. Azt mondja, tényleg, oda kell adni az őrnek, azt hiszem, hogy ilyesmit keresse. Számíthatsz rám. De nem mondd el nekik, hogy én voltam, aki adta neked, biztos vagyok benne, hogy kevésbé lesz furcsa, hogy azt mondod, hogy egyedül találtad. Csak te vagy, aki furcsa, na mindegy. Még egyszer köszönöm szépen, ne felejtsük el, hogy mi? Ne felejtsük el, hogy ez a dolog, hogy a fiúk, ugye? Mindegy. Mindegy, igen, ne aggódjál, én hiszem. Megígéret? Persze, persze, egy gyerkis pásulát ezére. Micsoda? Semmi, én azt mondja, hogy... Azt mondja, ígérd meg, hogy nem lop több szkenyeret a... Nem takar, mert mi az a raktárból. Azt mondja, ígérem, abba neki tonna eszkimót. Azt mondja, viszlát, és akkor a kis hazamenti zsúlod egy dalamot. Azt mondja, oké. Azt mondja, azt tényleg, igen, hogyha gyalókát választjátok, akkor nem tudjátok elkapni a játékot. Játékot, a tojás, ugye a kis cucimucit. És akkor nem lesz, azt hiszem, zárókép. Azt mondja, az tényleg nagyon ez a Mary. Na, akkor azt merre kell menni. Itt van, és akkor ezer áll. Ezer áll, vagy nem tudom, hogy kell hívni. Na. Azt mondja, már megint te, azt mondja, hogy te csak csavarogni tudsz? Vagy valami hasonló? Nem, hanem segítettem egy kisfinak találni egy barátot. Azt mondja, ez egyszerű. Nem, nagyszerű, nem egyszerű, nagyszerű. Ez nagyszerű. Te fogod megmenteni a világot. Talán egy kis állatot köszönjük. Fütyörészik, aha. És akkor... igaz, azt fogom mondani, igazából leírni, amit nagyon el tudtam olvasni, hogy Mary odaadja ugye a kristályt, odaadta nekünk a kristályt, és akkor most eladhatjuk, hogy odaadjuk-e, vagy nem. Tehát az, hogy odaadjuk a darab kristályt ezerának, vagy ezerére, nem tudom, hogy kell kimondani, mindegy, majd rájövök, vagy elrejtjük, szóval nem adjuk neki oda. Tehát a mérünk érdekében szerintem adjuk oda neki, mutassuk majd neki a kristályt. Ugye itt nem látjuk, hogy mit ír. De szerintem olyan, hogy meglepődöttséget, valami ilyesmi, hogy folytassuk, és akkor mindjárt kiderül. Azt mondja, jó, és különben találtam, elővettem a kristályt a zsebemből. De egy darab kristály, egy darab. Azt mondja, igen, egy nagy, a nagy kristály, de hol szerezted? Találtad, tényleg? Igen, én találtam. Vagy ez, nem tudom, hogy igazából hogy lenne ez, hogy hol, vagy nem tudom, hogy hát, vagy ki, kint. Azt kérték, hogy mit tudom, mi? Na, ezt is le kell magyarosítsam valahogy, hát per kb. Hát igen, nem kell, nem szabad bemondani, hogy Méri volt, vagy ő találta. Szerencsés vagy, mert akkor mikor nem küld vissza, ami hasonló gondolom, hogy vagy a börtönbe, vagy valahova. Ezt látniuk kell gyorsan. És akkor... azt mondja, most rábukkantunk valakionra és Nevrára. Az út közben. Hello! Azt mondja, ezzel hozol nekem evédet? Mert ez most... Nem tudom, most az nem vacsorára. Hasonló. Na. Tetszik a páncélod, öcsém. Tök királyság. Ez egy olyan kesztyűs beütésű. Na mindegy. Olyan komorizé. Na mindegy. Azt hiszem... Mi? Azt mondja, azt hogy értheti? Azt hiszem, eláll a lélegzetem, és nézd csak, megdobom a kristályt. Ez akkor fejek. Jó, van, milyen fejek már, kérem szépen.
Ilyen, ó, kristály, öcsém, ó, sem láttam még ilyet. Igen, azt mondja, hogy... Ha? Azt mondja, hol találtad? Megnézzük, hogy mikor mit mond rá. Ezért, aha. Extra adakkaja. Hát ez király. Még lehet használni ezt az embert. Hát kösz. Hé. Jó, igen, bemegyünk a kristályterembe. Ugye? Nem tudjuk, miről van szó. De majd elmondjuk, hogy később majd ja. Tudja. Megérkeztünk gyorsan a teremben az öreg, a fenébe, én tényleg nem akarom menni. Hát meg... Azt mondja, mi történt? Hát... És itt vége van? Ja! És aztán befejeztük. Király. Nem akarsz végre felnőni? Ó. Jó, de cuki! Felnőtt, és 110 energiája van. Ó. Király. Jó, és mennyi a szerencse? Ó, mert pont nőtt a szerencse. Az igen, na hát én mindjárt elküldöm. Ide is el tud menni. Na, szóval, ha ide belre küldjük, ugye, akkor csak 5 perc, ha ide küldjük 15 perc a lejárat idő, és 15-10 energia. És akkor, mivel 110 energiája van, akkor az azt jelenti, hogy ma elég sokszor el lehet küldeni egy nap, és akkor elég jó kis ajándékokat, meg ilyen tucokat tud találni. Én nem is tudom, hogy nekem miket talált. Nekem ezt a hátteret találta először is, tehát ezt nem vettem meg. Én nekem ezt találta. És akkor a leltár, és akkor ezt is ő találta, aranynektárt, meg ezeket is ő találta még. 3 olívaolajat, meg egy ilyen papírt, ilyen alkimiás papírt, meg most ezt a elókát. Úgyhogy, meg hát elég sok jó mindent fog majd találni. Ruhákat, hajakat is tud. Hát meg ilyenek. De ez tök cukkancs. Mini unikorn is! Juhú! Na mindegy. Hát jó, ennyi lett volna egyébként akkor a harmadik befejező rész, és akkor ezt a 15 percet még gyorsan megvárom, és hagyjuk, megnézzük, hogy találta valamit. Ha talált, akkor azt már mindjárt látni fogjátok. Na, le is állt a 15 perc, és akkor megnézzük, hogy mit hozott a kis cuncimókus. Kedvence egy vadlégybe ütközött, de elszaladt, és nem volt képes elfogni. Hát igen, ha tudtam volna, hogy ha tudnánk, hogy milyen vadlénybe ütközött, akkor meg lett volna a csali, ugye? De nem tudjuk. Úgyhogy majd csak elküldöm egy másikra, de azt már nem fogom bemutatni, mert időpocsékolás lenne. Úgyhogy köszönöm, megnéztétek, és sok sikert mindenkinek, és majd egyszer találjon a negyedik rész is valamikor. Nem tudom mikor, csak mondom. Na, jó. Köszönöm, és sziasztok!